Jó estét kívánok! Február 8-án kinyitottak a tanintézmények, a második fél évre visszatérhettek az iskolapadokba a gyermekek. Ezzel együtt újraindult az iskola alapítvány délutáni oktatási programja is. A magyar kormány támogatásával 2019-ben indult programot a járványhelyzet miatt tavaly tavasszal leállították, aztán ősszel is csupán néhány hétig működtethették azt. Most három helyszínnel bővülve indultak újra, 11 megyében és Bukarestben, összesen csaknem 40 helyszínen, mintegy 1700 gyermek vesz részt a délutáni foglalkozáson, melynek elsődleges célja a magyar oktatás erősítése, minőségének növelése a szórványtelepüléseken. Torda, magyar fülpös és Bukarest magyar kisdiákjai kerülnek ma metszetünkbe az iskola alapítvány délutáni programja mentén. Kiderül az is, miként látják a szociológusok a romániai magyar iskola hálózatot, illetve azon belül a szórványbeli anyanyelvi oktatást. 25 perc az iskola alapítvány délutáni oktatási programjáról. Tartsanak velünk, kezdődik a metszet. Arad, Besztercenaszód, Brassó, Fehér, Hunyad, Kolozs, Máramaros, Szeben és Temes megye, valamint Bukarest összesen 33 iskolájában több mint 1800 kisiskolást érint a délutáni oktatás programja, amely a magyar kormány támogatásával az iskola alapítvány szervezésében működik. 2019. novemberében számolt be híradónk az akkor induló délutáni oktatási programról, melynek kapcsán az RMDS aradi szórványkonferenciájának résztvevői azt hangsúlyozták, az anyanyelvű oktatás a magyar identitás megőrzésének alapköve. A 2019-2020-as tanévtől beindított ingyenes délutáni oktatást jelentős segítségnek nevezték a szórvány esetében. A magyar iskolák, a magyar iskolarendszer Erdélyben, főleg szórványban tud ilyen lehetőséget kínálni, akkor nagyobb valószínűséggel választanak, akár vegyes házasságukban is magyar iskolát a szülők. Már ez önmagában egy nagyon fontos dolog. Mindenféle pedagógiai, nevelési hozományáról nem is beszélve. Órák után az előkészítő és elemista osztályos diákok szakképzett pedagógus felügyelete mellett maradnak az iskolában, elkészítik a házi feladatokat és különböző foglalkozásokon vesznek részt. Kapnak ebédet is, mindezzel pedig jelentős anyagi terhet vesznek le a szülők válláról. Ezek persze összesítve hatalmas nagy összegek, de egy család számára kicsi lépések, de mindezek azt mutatják, vagy azt segítik elő, hogy azt lássa be a szülő, hogy nem csak azért érdemes magyar iskolában adni a gyerekét, hogy magyarul tanulhasson, hanem mindenféle támogatásban részesülhet ebben az esetben. A délutáni oktatás elsősorban a szórványvidékeknek szól, így megcélozza Arad megyét is, ahol a magyarok aránya a lakosság 8,5%-át teszi ki. Az egyre alacsonyabb diáklétszám miatt pedig a magyar oktatás veszélyeztetett helyzetben van sok helyen. Az egyik legfontosabb problémánk, amely a hétköznapjainkat a leginkább kitölti, az a magyar anyanyelvű oktatás megtartása Arad megyében is. Ehhez egy hatalmas segítséget jelentett az idén ősztől beinduló délutáni oktatás. Arad megye három városában, Aradon, Pécskán, illetve Kisjenőben. A tervek szerint a következő tanévben is biztosított lesz a délutáni oktatás, a források függvényében pedig kiterjesztenék a nagyobb korosztályra is. Érik a Tavaly októberben a Tordai Jósika Miklós elméleti líceumban járt stábunk, miután ugyanis 2020 márciusában a délutáni foglalkozást a járvány miatt felfüggesztették, az új 2020-2021-es tanévben újraindították azt. A Tordai iskola előkészítő osztályos diákjai a napsütéses időt kihasználva a maszktól kis időre megszabadulva énekelnek az udvaron a megfelelő fizikai távolság betartásával. Bár a járvány miatt a korábbinál kevesebb gyerekkel, tavaly ősszel 10 megye és Bukarest összesen 35 iskolájában újraindították a délutáni oktatást. A magyar kormány támogatásával megvalósult programmal a magyar nyelvű oktatást kívánják megerősíteni, elsősorban szórványvidéken, minél vonzóbbá tenni. A helyzet ellenére a program iránti érdeklődés nagy maradt, a Tordai Jósika Miklós elméleti líceumban tavaly ősszel majdnem 40 tanuló vett részt a délutáni foglalkozáson, előkészítősöktől negyedik osztályosokig. Ebéd után a kisebbek játékkal, a nagyobbak házi feladatokkal töltötték a délutánt. Megcsináljuk a házit, beszélgetünk, meg itt kint játszunk, és ennyit. Gondolom a szüleid azért választották ezt a délutáni programot, mert ők is dolgoznak, és akkor 4 órakor jönnek utána, ugye?
Igen, és azért is, mert hogy csináljam meg a házit, és majd otthon, hogy tudjak játszani. Anna előkészítős kora óta részt vesz a délutáni foglalkozásokon. Én szeretek itt tanulni, mert hogyha mondjuk valaki nem tud valamit, akkor segítenek. A Tordai iskolában évek óta működik délutáni foglalkozás, melyet 2019 ősze óta az iskola alapítvány támogat. Ezt a járványhelyzet ellenére tavaly ősszel is biztosították. A délutáni foglalkozások azonban már nem a régiek, a járvány lefaragta a tevékenységek körét, a diákok ugyanis már nem érintkezhetnek egymással. A tavalyihoz képest változott a program is, ugyanis a tavaly nagyon sok mindent bele lehetett sűríteni a délutáni programba, néptánc, modern táncoktatást, furuja oktatást, rajzkört. Hát idén is lesznek bizonyos tevékenységek, amivel kitöltik az időt, de nem ezek a laza és együtt játszós tevékenységek. Néha még társasjátékoztak is tavaly, ez se lehet idén, vagy volt olyan, hogy kinti játék, hát kijönnek a pedagógussal, de nem az a megszokott, felszabadult hangulat, ami tavaly volt. Ennek ellenére a családoknak ez jól fog, szükség van rá, és ezért bevállaltuk idén is. Fina Enikő tanító is azt mondja, a járványhelyzet igencsak megnehezítette dolgukat, a délutáni foglalkozás megszervezését. Sokkal nehezebb, nagyon odafigyelünk, és igyekszünk betartani ezeket az előírásokat, hiszen nem szeretnénk megbetegedni semmi, és a gyerekeket sem szeretnénk megbetegíteni. Nagyon nehéz az, hogy helyhez kötötten kell ezeket a dolgokat megoldani, minden gyerek a helyén kell maradjon, ezeket be is tartjuk, és igyekszünk most kihasználni a szép időt, amíg csak lehet, kihozzuk őket az udvarra, főleg a kisebbeket, akinek jóval kevesebb a házi feladata, előkészítősöknek nincs is házi feladat, és akkor itt igazából játszani kellene. Nagyon sokat mondokázunk, az énekeket is mondokásított változatba gyakoroljuk, hogy ne énekeljünk zárt terembe, amikor lehet az udvaron, ritmizálunk hozzá, tehát hogy főleg ilyesmit igyekszünk. Rajzolgatnak, nagyon sokat rajzolgatnak, kézimunkáznak, tehát hogy ezzel próbáljuk az időt kitölteni, és nyilván, hogy a nagyobb osztályokban a fő hangsúlyt a házi feladat megoldásával próbáljuk, tehát hogy arra fektetjük a hangsúlyt, hogy ha itt marad a gyerek, akkor használja ki az időt, és ne otthon kelljen fáradtan, meg a szülő segítségével ezt megtenni. A járványhelyzet megosztotta a szülők véleményét, egyesek féltették a gyereküket a megfertőződéstől, mesélte a tordai tanítónő tavaly ősszel. A délutáni foglalkozást közben az iskolák bezárásával és az online oktatásra való áttéréssel hamarosan alig néhány hét elteltével le kellett állítani. A tél komoly megpróbáltatást jelent minden állam számára. A napokban magyar fülpösre látogattunk el, az iskola alapítvány akkor újraindított délutáni foglalkozásának egyik új helyszínére. Hamarosan elidőzünk a Szórvány településbeli kollégiumban, előbb azonban az iskola alapítványhoz térünk be, ahol annak vezetőjével a program kezdeteit elevenítjük fel. Két évvel ezelőtt, 2019-ben mértük fel az igényeket, mert a délutáni oktatással nagyon sok szervezet foglalkozott Szebentől Aradig, és az iskola alapítvány célú tűzte ki, hogy akkor megpróbálja mindezeket összefogni, és egy egységes magyar kormány által finanszírozott erdélyi programban gyakorlatilag megtestesíteni. Elsődleges célja az volt, hogy Szórvány megyékben, de Szórvány településeken is megerősíteni a magyar oktatást, a magyar oktatásnak a minőségét növelni ezzel a programmal. Ugye azt tudjuk, hogy Szórványban a magyar gyerekek létszáma egyre alacsonyabb. Nagyon fontos már az első pillanattól kezdve, hogy az iskolaválasztás. Mi lehetőséget akartunk adni, és vonzóbbá szeretnénk tenni mindazokat az oktatási intézményeket, ahol magyar nyelven folyik az oktatás, azáltal, hogy biztosítjuk a délutáni oktatást. Gyakorlatilag ez mit jelent? Gyerekek az órák után, a délelőtti órák után ott maradnak, meleg ebédet biztosítunk nekik, és pedagógusi felügyelet mellett a délután 4-5 óráig az iskola padjai közt töltenek. Ez nem csak egy egyszerű gyerekfelügyelet, hanem egy oktatási program, és külön foglalkozások vannak.
valamint a nagyobb harmadik, negyedik osztályos gyerekek a házi feladatot is megoldják, úgyhogy úgy kerülnek haza, hogy a szülők már nem kell a házi feladat megoldásával foglalkoznak. Így indultunk el. Bár a program egyre népszerűbbé vált, a járvány miatt rövidesen leállították, és az őszi újraindulás is Tisza virág életűnek bizonyult. Februárban a második fél év indulásával kezdődött újra a délutáni foglalkozás az oktatásra érvényes szabályok betartásával. A helyszínek 90%-a iskola, a gyerekek ugyanabban a teremben tartózkodnak délután is, mint délelőtt. A maradék 10% civil szervezetek egyházak ingatlanjaiban vesz részt a foglalkozásokon, és ezeket a helyszíneket is engedélyezte az egészségügyi igazgatóság. A program a második fél évtől kezdődően 3 helyszínnel bővült. Igazándiból a mi elképzeléseink, vagy szem előtt azt tartottuk, hogy szorvány települések és kisebb települések iskoláit erősítsük meg, azért, mert onnan jön az utánpótlás a nagyvárosi iskolánkba. Nagyvárosokban nagyon kevés kivételtől eltekintve ezt a programot nem működtetjük. Tehát egy Kolozsvár vagy Vásárhely esetében a szülők meg tudják engedni maguknak azt, hogy a délutáni oktatást költségeit kifizessék. Ellenben egy vidéki és szorványtelepülésen ez már kevésbé valószínű, így a mi programunk egy közvetett anyagi támogatás is azoknak a szülőknek, a gyerekeinek, akik ebben részt vesznek, hiszen mi fizetjük a tanárok bérét is. 140 pedagógus alkalmazottunk van ezeken a helyszíneken, és az új helyszínekkel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a kezdetektől fogva odafigyeltünk az olyan szociális helyzetekre, mint a dévai Bőjte Csaba által működtetett gyerekotthon, tehát a Hunyad megyei iskolákban jelentős számban vesznek részt azok a gyerekek, akik Csaba atyánál vannak. Ilyen megközelítésből, megfontolásból bővítettük a Magyar Fülöpösi Szorványkollégiummal is a helyszínek számát. Ugye ott a gyerekek nem csak tanulnak, hanem gyakorlatilag ott is laknak, ott is élnek állandó felügyelet mellett, alkalomattán hétvégén hazamennek. Elég nehéz sorsú gyerekekről van szó, az ilyen kezdeményezések minden támogatást megérnek. Egészen biztos vagyunk benne, hogy a magyar kormány támogatása jó helyre kerül ilyen kis települések esetében. És célunk mindenképpen az volt, hogy megállítani a szorványosodást, megállítani a magyar nyelven tanuló gyerekek számának a csökkenését. Kalotaszent Király, bár egy teljesen magyar település, azért került be a programba, mert ott is nagyon sok a bentlakó gyerek, akik egész héten, hétfőtől péntekig ott laknak, és a környező településekről kerültek oda be. Úgyhogy ez az indok annak, hogy ott ezt elindítottuk. Az említett Maros megyei Magyar Fülpös és a Kolozs megyei Kalotaszent Király mellett az ugyancsak Kolozs megyei Méra a délutáni oktatási program harmadik új helyszíne. Velük együtt jelenleg 11 megyében és Bukarestben összesen 38 helyszínen közel 1700 gyermek vesz részt a foglalkozásokon, előkészítősöktől negyedik osztályosokig. A program, amelyben több mint 140 pedagógus dolgozik, Bukaresttől Aradon át Máramaros-szigetig a teljes Erdélyt felöleli. A sündisznók és sok más állat téli álmot alszik. Ők nem találnak ennivalót. És már is visszaérkeztünk Magyar Fülpösre, hiszen a Maros megyei település szorványkollégiuma az alapítvány délutáni oktatási programjának egyik friss helyszíne. Stábunk az óvodásokhoz és az iskolásokhoz egyaránt bekukkintott. Előbbieknek még nem kell maszkot viselniük, és a délutáni foglalkozást esetükben a helybéli szivárvány alapítvány működteti. Az iskola alapítvány délutáni foglalkoztatásán 16 tanuló vesz részt, hatalmas az érdeklődés.
Ady István református lelkipásztor a Metszetnek elmondja, a szülők nagy örömmel fogadták a programot. Sok a panasz arra, hogy az online oktatás során a gyermekek keveset tanultak, így van mit pótolni. Magyar Fülpös régi, kiöregedőben lévő magyar település, lakosságának egyharmada magyar, ami 215 lelket jelent. Ez óriási előny nekünk, hiszen két pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, leveszik a terhet a mi vállunkról, anyagi teherre is gondolok, hiszen az iskola alapítvány fizeti őket. Nem, mintha nem lett volna még, nem lett volna foglalkozás délután ezekkel a gyerekekkel, viszont így, amikor kimondottan a tanulásra fókuszálódik a munka, én meg vagyok győződve, hogy lesz eredménye, valamit abból be tudnak hozni, amivel elmaradtak, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek, aki itt van, ismerve a körülményeket, ahonnan jönnek, gyakorlatilag egy éve alig-alig kapcsolódott be, és ha be is kapcsolódott, valami keveset szívott magába abból, amit tudni kellene, vagy tanulni kellene. Sok a lemaradás, bőven akadt tenni való délutánonként. A foglalkozásokon megéri részt venni, mondja stábunknak a tanítónő. Mindenképpen érdemes, azért, mert a szülők nem tudnak segíteni, vagy nincs idejük, vagy kellő tudásuk a segítségre, és így könnyebben elmaradna otthon a házi feladat, a hiányosságok azok egyre halmozódnának, nem lennének bepótolva. Főleg most ugye ebben az időszakban nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és az, ami kimaradt, az kellőképpen be legyen pótolva. Hát van dolgunk bőven. Mint mondja, a szülők örültek a délutáni foglalkozásnak. A járványügyi szabályokat nem könnyű betartani, de igyekeznek. Az egyik kisdiák arról mesél, miért szereti a délutáni foglalkozásokat. Mert tetszik, mert én sosem nem álltam itt pege 8 óráig is. Tetszik, hogy lássam, hogy milyen annyit állni. És miket fogtok délután itt csinálni? Mit mondott a tanítónéni? Hát, ahogy fogunk hallani meséket, kézimunkálunk is, rajzokat is tudunk csinálni, festeni is. Te vártad, hogy visszagyere az iskolába? Igen. Miért szeretsz itt lenni? Mert mindig történik valami érdekes. Próbáld meg, ha nem sikerül, akkor segítek. Bukarestben is mindig történik valami érdekes a délutáni foglalkozások során, mielőtt elidőznénk ott. Rövid időre visszakanyarodunk Kolozsvárra. A szórvány esetében fokozott jelentősége van az anyanyelvi oktatásnak, hiszen az a megmaradás záloga. Az Erdélystadt múlt hónap végén a romániai magyar iskola hálózat szerkezetéről végzett felmérés eredményét közölte. Barna Gergő szociológus a Metszetnek a két fő következtetést összegzi. Egyrészt még az elemi és az általános iskolák szintjén a magyar tanulók aránya megközelíti a lakosságon belüli arányt, azaz 5,5% körüli. A felsőbb szinteken, közép- és szakközépiskolában már alacsonyabb a magyarul tanulók száma. Ennek oka, hogy a kínálat itt már nem annyira változatos, hogy minden magyar diáknak vonzó legyen. A másik fontos következtetés a magyar oktatási rendszer fragmentáltságával kapcsolatos. Ez az erdélyi társadalom szétaprózódottságával függ össze, ami elsősorban a szórványra jellemző. Ennek nyomán a magyar osztályok jelentős része a kisebb iskolákba koncentrálódik. Azaz, miközben a tanintézetek majdnem 10%-ában van magyar nyelvű oktatás, a diákoknak csak 4,9%-a tanul magyar tannyelvű osztályokban. A magyar diákok inkább a kisebb iskolákba tömörülnek, ami hangsúlyosabban megjelenik a szórványban. Ami nagyon fontos, hogy szórványban is az alapfokú oktatás nagyon jól működik és nagyon elterjedt. Nyilván, hogy nem olyan szintű, mint a tömterületeken, mint Székelyföldön, de jelentős mértékben van lehetőségük a magyar gyerekeknek arra, hogy magyar tannyelven végezzék a legalábbis az elemi és az általános iskolát. Viszont ami nagyon jelentős a szórványban, az a szimultán oktatásnak az aránya, tehát azoknak
az ellenista általános iskolás diákoknak az aránya, akik összevont osztályokba járnak, tehát vannak olyan szórványmegyék, ahol ez meghaladja az 50%-ot, tehát a kisiskolásoknak a többsége úgymond szimultán oktatásban vesz részt, és nyilván ez azzal függ össze, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ezek a kisebb tanintézetekben van a többsége a kisiskolásoknak. Kisebb gyerek létszám mellett nehéz olyan változatos kínálatot biztosítani, ami minden diáknak ínyére való, ezért a magyar tanulók jelentős része román tannyelven fog tovább tanulni. És hogy milyen törekvések, intézkedések mentén lehetne erősíteni a magyar diákok oktatását, az, hogy minél többen válasszák az anyanyelvi tanulást. Ez egy alapvető kérdés az erdélyi magyar társadalom szempontjából, és amire a tanulmányban is igyekeztünk felhívni a figyelmet erre a fragmentálódásra, hogy a kicsi iskolákban tudjuk azt, hogyha megnézzük képességvizsgáló eredményeket, vagy akár liceumi szinten érettségi eredményeket is, hogy a kisebb tanintézményekben általában gyengébbek az eredmények. Tehát a mi szempontunkból a jogos vagy a helyes kérdés az, hogy hogyan lehet a kisebb tanintézetekbe biztosítani a versenyképességet, az oktatásnak a színvonalát, hogyan lehet vonzóvá tenni, hogyan lehet emelni a presztízsét ezeknek az iskoláknak, mert ez az, tehát a szülőknek az is nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy magyar nyelven tanul a gyermekük, azon kívül színvonala is meglegyen annak az oktatásnak, és legyen lehetősége majd tovább tanulni. Tehát ilyen szempontból erre, ezekre a tényezőkre kell odafigyelni. Most pedig következzen Bukarest, ahol az iskola alapítvány Ady Endre Líceumban szervezett délutáni oktatásán mintegy 70 kisiskolás vesz részt, azaz a teljes ottani elemi tagozat. Nagyon hasznosnak találom azt, hogy itt is az iskola alapítvány jóvoltából sikerült délutáni oktatást biztosítani a gyerekeknek, hiszen nagyon sok olyan gyerek jár az iskolánkban, akik vegyes családból származnak, és otthon nincs lehetőségük arra, hogy magyarul tudjanak beszélni. Így a házi feladatokat sem tudják megoldani, és mi ebben itt tudunk nekik segíteni, illetve készségfejlesztő tevékenységekkel még inkább fejleszteni tudjuk őket. A házi feladatok, mozgásos, készségfejlesztő tevékenységek, játékok alatt odafigyelnek a járványügyi szabályok betartására, hangsúlyozza Demény Tímea. Mi 2019-ben nagyon sok csoportmunkát végeztek, ezekre most nincs lehetőség. Ennek ellenére a délutáni alkalmak során sokat fejlődnek a gyermekek, akikkel külön-külön is tudnak foglalkozni. Bizonyos tevékenységekre csak ott délutánonként kínálkozik alkalom és tér. A délutáni tevékenység, amit most is meg tudunk szervezni, a drámajátékok, amit például otthon nem tud, nincs ahogy magyar nyelven, nincs rá lehetőségük, és ezeket nagyon élvezik, nagyon szeretik. Ez egy ilyen. Ugyanakkor tényleg minden, ami a magyar nyelvvel kapcsolatos, fejlődnek, mert magyarul próbálunk beszélni. Vannak gyerekek, akik egyáltalán nem tudnak, főleg előkészítő első osztályban nem tudnak még magyarul, és akkor ezáltal is nagyon-nagyon sokat fejlődnek. A pedagógusok szinte mind részt vesznek a délutáni oktatásban, és saját osztályukkal dolgoznak. Rebeka, nagyon szépre! Szuper! Vágja ki! Szeretnél ezt tanítani? Igen. Az elsősök szeretik a délutáni foglalkozást. Csinálunk a házi feladatunkat, és megyünk kint. És mit csináltok? Kint? Kint játszunk. A 9 éves Papolivér is szívesen vesz részt a délutáni foglalkozáson. Jó, szép. Játszunk, tanulunk, házikat csinálunk, és utána rajzolunk. Olivérnek hiányoztak a barátai az online oktatás során, így örült a mostani kezdésnek. Nagyon jó volt. Kedveltem, szerettem a barátaimat is, játszottam végre a barátaimmal. A szórvány és az anyanyelvi tanulás az iskola alapítvány délutáni oktatási programja mentén a tordai, a magyar fülpösi és a bukaresti magyar kisdiákok kerültek ezúttal metszetünkbe. Foglalkozásaik lendületét a járványhelyzet újbóli elharapódzása ismét lefékezheti, mint ahogyan a tanintézményeket is bezárhatja a fertőzési arány megnövekedése.
Azonban tanulókkal, tanárokkal, szülőkkel együtt mindannyian azt reméljük, ezúttal javul a helyzet, az iskolák nyitva tarthatnak délelőtti és délutáni foglalkozásoknak egyaránt teret, lehetőséget kínálva. A metszet végén köszönöm figyelmüket, jövő héten újra várom önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!